Sziasztok, srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és ebben a videóban szeretném bemutatni nektek, hogyan tudtok ingyen mozgó háttérképet csinálni, beállítani, inkább azt mondom, hogy beállítani az asztalatokra. Ugye az előző videóban feltettem, hogy fizetős módon hogyan tudtok mozgó háttérképet csinálni az asztalatokra, ugye a Wallpaper Engine segítségével, és érkezett pár komment azzal kapcsolatban, hogyha esetleg tudok ingyenes megoldást arra, hogyan lehet mozgó háttérképet csinálni, akkor csináljak róla mindenképpen egy videót. Szóval srácok, lányok, itt is lenne ez a videó, remélem tudok majd vele nektek segíteni. Szóval vágjunk is bele, ugye mi a teendő, hogyan tudjuk ezt a hogyan tudunk mozgó háttérképet beállítani a mi kis asztalunkra. Először is nyissátok meg a Windows áruházat, ugye ez a Microsoft Store. Nyissátok meg a Microsoftnak az áruházát a ti számítógépeteken. A keresőbe pedig írjátok be azt, hogy Library Wallpaper. Ugye ez egy teljesen ingyenes alkalmazás, szépen rámentek, hogy beszerzés, ugye letöltitek. Mi szépen végig megyünk itt a dolgokon. Beszerzés. Nézem, nem akarja. Na, sikerült. Nem tudom, ez mi volt. Ha nektek is ilyesmi, akkor nincsatok rá többször, és akkor biztos letölti. Jó, hát igen, egy picike hiba, így már mindegy, nem vagy. Elindítjuk. Egyébként ezt ki tudjátok tenni az asztalra, a tárcára, igazából bárhova, és mondjuk az ikonja is ilyen tök fasz, hát így esetleg itt a tálcán, vagy így az asztalon így tök faszán, patentosan elfér. Jó, mint szépen, hogy a végigmegyünk indítás a Windows-ra, ezt mindenképpen kapcsoljátok be. Rendben. Jól van. És akkor ugye ezt is láthatjátok. Itt alapjáraton van pár képecske, amit be tudtok állítani. Addig kinyomom itt a Wallpaper Engine-t, jó? Tehát itt látható, például itt van nekünk ez. Van itt nekünk egy ilyen is, amit hogyha így húztok, akkor igazából úgy megy. Van itt nekünk ez a Matrix is, ami amúgy gyerekek baszó. Ez baszó. Aztán van itt nekünk ez a Medúza. Van itt nekünk ez is. Tehát van itt egy jó pár ilyen háttérkép alapból, de egyébként ami szerintem ebben az alkalmazásban a legjobb, ha rámentek erre a kis plusz ikonra, megnyitjátok a YouTube-ot. Jó, ne indítsunk el semmilyen copyrightos zenét, mondjuk vegyük azt, hogy no. Tehát szereztek egy linket, vagy egy videót, amit beszeretnétek állítani háttérképnek, ugyanis ennek az a lényeg, hogy videót tudtok beállítani. Tehát van egy nektek tetsző videó, amit beszeretnétek állítani háttérképnek, kimásoljátok a videónak a linkjét, rámentek el a kis pluszikorra, és ide beillesztitek a videót. Majd rámentek erre a kis nyilacskára, itt szépen hozzá fogja adni. Most igazából tudtok neki nevet adni, hogy Naruto. Ezt itt szépen kitöröljük, és akkor le. Itt a zene, az copyrightos volt, de kivettük, tehát megy a zene is. Szóval a srácok, lányok, be tudtok igazából állítani tök fasz a háttérképeket. YouTube-ról ugye szereztek egy fasz a kis izét, például most legyen az, hogy Cars. Megközben a srácok, lányok, találtam itt egy olyat, az alkalmazáson belül itt rámentek a több háttérképre, és kiad egy oldalt, ahol eléggé szépen tudtok videókat vadászgatni, amit be tudtok állítani háttérképnek. Szóval igazából szépen kimásoljátok a videónak a linkjét, ide beillesztitek, rámentek, hogy indítás, és hát igazából beállítjátok magatoknak ezt a mozgó háttérképet, ami innentől kezdve minden Windows indítással elindul. Tehát srácok, lányok, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Ha tudtam segíteni, mindenképpen csapassatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, amíg nem tettétek meg. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és akkor a tárcáról pedig hamarosan érkezik egy videó. Addig is, sziasztok!